Az alapítvány 34 éve működik. Elsődleges specializációként drogbetegeket értek el, mondta az intézmény vezető. Az akkoriban még unikumnak számító drogrehabilitációs otthont hoztuk létre Zsibriken. Aztán a többi munkaágunk ebből a drogrehabilitációból nőtt ki, hiszen ahogy megismertük ennek a populációnak, a szerfogyasztó populációnak a problémáit, az életét, a szükségleteit, az igényeit, és ahogyan egyre több terápiás beavatkozásra nyílt lehetőség, úgy az alapítvány is bővítette a beavatkozási területeit, úgyhogy a rehabilitáció mellett most már van nappali ellátásunk, és most nyílt közösségi ellátás is, és emellett támogatott lakhatást is biztosítunk szenvedélybetegeknek. A rehabilitáció azoknak a függőknek szól elsősorban, akik kórházi kezelés, detoxikálás után pár hónapos segítségre szorulnak. Mert hogy a szerhasználat mentén annyira sérültek a szociális készségeik, a kapcsolataik, vagy a munkavállalási képességük, hogy fel kell építeni ezeket a mentális és szociális képességeket, ezeket az erodálódott reakciókat, viszonyokat, ezt helyre kell állítani a családdal, az elfogadottságot, a társadalmi státuszt. Ez egy 13 hónapos program, bentlakásos program keretében valósul meg. A bonyhádi nappali ellátó pedig a piactér mellett található. Ahová azokat a szerhasználókat, vagy kóros szerhasználókat várjuk, akik nem igényelnek bentlakásos kezelést, az otthonukban tudnak még élni, esetleg van munkájuk, családjuk, de már érezhetően a szerhasználat problémákat okoz a társadalmi életben vagy a kapcsolatrendszerben. Számukra tudunk egyéni segítséget nyújtani, addiktológiai konzultációt, segítő beszélgetéseket, mentálhigiénés munkatárssal, kóccsal. Támogatott lakhatást azok számára tudnak biztosítani, akik egy sikeres vagy egy félbehagyott rehabilitáció után további segítségre szorulnak. Tehát nem megoldott a lakhatásuk, vagy nem megoldott a lakhatásuk környezetében az a segítő támogatás, monitorozás, amire még szükségük van a felépülésben, az átállásban. Számukra Hidason és Pécsett található támogatott lakhatás. Ebben tudunk segíteni. Mindenki más miatt használ szereket, viszont vannak közös pontok, amik láthatóak legtöbbször a tehetetlenség vagy a csapdába szorultság érzése. Jellemzően vagyunk páran, vagy vannak közöttünk olyanok, akiknek a megküzdési stratégiáik egy-egy nehéz élethelyzettel, vagy egy nehéz érzelmi állapottal kapcsolatban nem annyira elfogadottak, vagy nem olyan sikeresek, vagy nem annyira gördülékenyen tudnak besimulni a mindennapjaikba, és akkor ők nagyon könnyen nyúlnak szerekhez, ami lehet gyógyszer, alkohol, vagy valamilyen kábítószer, amelyiknek a vonzó ereje nyilván az, hogy hirtelen, nagyon gyorsan, csak pénzért és erőfeszítés nélkül nyújt enyhülést, vagy kilépést abból a helyzetből, amiben vannak. Az alapítvány új ellátási formáját egy közösségi szolgáltatás jelenti. Ezen belül több terület van, amivel tudunk foglalkozni, tehát hogy a gondozás, megkereső munka, tanácsadás, készségfejlesztés. Ezek a területek, amiket tudunk benne érinteni, viszont hogyha úgy kérdezi, hogy milyen programok azok, amik igénybe vehetőek, az elsődleges, amire mi most nekiálltunk, a közösségi ellátás kapcsán. A szervezet a Bonyhádi, Paksi, Szekszárdi és a Tamási járásban is igyekszik adatbázis kialakítani. Neki küldtünk már megkereső e-maileket, küldtünk nekik igényfelmérő kérdőívet, amihez lehet csatlakozni, hogy ők az adott településükön, hogy mennyire találkoznak alkohol, illetve drog problémával, és ebből próbálunk majd igazándiból terület specifikusan kialakítani majd különböző programokat. Mert magát a szolgáltatást, amik elérhetők, amit mondtam, készségfejlesztés, gondozás vagy tanácsadás, az kifejezetten személyre szabottan
tud működni, hogyha minket megkeres egy kliens, vagy mi megkeresik ugye a klienst, és be tudjuk venni az ellátásunkba, akkor neki személyre szabottan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Viszont a program része, az meg az igényfelmérés alapján tud kialakulni, hogy mi az, amit tudunk még nyújtani települési szinten. Rövid távon a célunk az nyilván mindenképp az, hogy a szolgáltatásunkat 100%-osan tudjuk működtetni. 40 főre van nekünk kapacitásunk, hogyha a közösségi ellátást nézem, hogyha a nappali ellátást, akkor pedig 30 főre. Most, hogyha a közösségiről beszélünk, tehát a rövid távú cél az az, hogy az adatbázis minél mélyebben, minél jobban ki tudjuk alakítani, minél több kapcsolatra tudjunk szert tenni, ezáltal minél több esetleges érintetthez el tudjunk jutni, és ők közülük, pedig minél többet be tudjunk vonzani hozzánk. Hogyha ez megvan, ez a rövid távú, hogyha ez megvan, akkor a hosszú távú cél pedig az, hogy ezeknek az embereknek nyilván, hogy tudjunk segíteni, és az adott településekkel pedig egy jól működő kapcsolatot ki tudjunk alakítani. Ami szintén, hogyha nem is tartozik valaki szószoros értelembe véve nekünk ellátásunkba, de hogy másoknak is információbázisuk tudjunk lenni. Különböző akár települési rendezvényeken, vagy hogyha mi viszünk ki programot. A közösségi ellátás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. Az alapítvány címe 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2, telefonszámuk 0674 678 587, e-mail címük pedig a közösségi@kimta.hu.